A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. Azok a nézőink, akik rendszeresen követik adásainkat, tudhatják, hogy időről időre egy-egy kollégámat bemutatom itt Önöknek, hogy egy kicsit jobban megismerjük őket. És hát ugye nagyon sokan vagyunk, szerintem olyan 50-60 körüli a létszámunk, még a legfiatalabbakra nem került sor, és hát van egy olyan kollégám, aki sajnálatos módon eddig kimaradt, ez az én bevallásom szerint, mert én azt gondoltam, hogy volt már nálunk, nagyon sokan jártak már nálunk, és most szeretném, hogyha megismernék elsőként Csapó Ramona kolléganőmet. Örülök, hogy itt vagy. Hát én köszönöm a meghívást, örülök, hogy lehetőséget kaphattam. Itt van velünk Szőlősi Attila, a Vörös Marti Rádió munkatársa, de ugyanúgy a Fehérvár Média Centrum berkeiben dolgozol. Köszönöm, hogy itt lehetek. Üdvözlök mindenkit, és téged is. Én is örülök, hogy elmondtad, hogy még nem voltál a műsorban, és most már végre itt lehetsz. Egyébként a bókot azt nagyon köszönöm, tehát én régebb óta vagyok fiatal, mint a két kolléga. Hát igen, majd meglátjuk, hogy ebből a beszélgetésből mi jön ki. Tényleg azért mondtam egyébként a felvezetőmben, mert hogy én azt hittem, hogy az oszlopos tagokon már réges-régen túl vagyunk, és hogy veled is beszélgettem, valamiért volt egy ilyen emlékem, de hál' Istennek, akkor most ezt bepótoljuk. És itt van velünk, szerintem a Médiacentrum legfiatalabb kollégája mondhatjuk, Ferenci Nagy Levente. Jó estét kívánok, köszönöm szépen én is a meghívást. Ó, nagyon szép beköszönés volt, köszönjük szépen. Na hát nagyon örülök, hogy beszélgethetek veletek, külön-külön egyéniségek vagytok mindannyian, azt gondolom. Rami, szerintem egy picit kezdjük veled, mert te olyan munkát végzel itt a tévében, ami egy kicsit háttér, de aztán közben meg láthatnak is a nézők, úgyhogy egy kicsit ilyen összetettebb a feladatod. Mesélj egy picit erről, majd azt, hogy kerültetek ide, meg ilyesmit, ezeken majd végigmegyünk, csak hogy most jelenleg, amivel foglalkozol, azt mutasd be, légy szíves, a nézőknek. Igen, én jelenleg hétről hétre elkészítem a heti műsor, meg az adásmeneteket. Tehát az azt jelenti, hogy ez egy nagyon odafigyelős munka, és valóban a háttérben vagyok, viszont azért a munkámat azt minden nap láthatják a nézők, vagy az olvasók, mert ugye megjelenik az újságban, és emellett igen, vagyok riporter is, meg műsorvezető, és nagyon örülök, hogy lehetőséget kapok a mindennapokban megmutatni magamat, és tényleg nem csak a háttérben, ahogy mondtad. Az elején egyébként én ezt nagyon nagy kihívásnak tekintettem, hogy én soha életemben nem voltam ilyen precíz, és ez a munka meg nagyon-nagyon megköveteli. Mm-hmm. Ez szerintem, amikor te hozzánk kerültél, akkor te voltál a legfiatalabb, ha jól emlékszem. Így van, igen, és nagyon furcsa is, hogy most már ez nem így van. Hát igen, múlik az idő. Viszont egy picit, hogy mondtad az adásmeneteket, egy kicsit avassuk be a nézőket abba, hogy ez egészen pontosan mit jelent, mert szerintem nem biztos, hogy kívülről tudják, hogy ez mit jelent, milyen feladat. Igen, ez azt jelenti, hogy megvannak az adott műsoraink, mindegy, innen megvan a hossza, és azokat én tervezem műsorba, én tervezem be, hogy mikor menjen le, és hát bizony a szerkesztőknek is néha mondanom kell, hogy milyen hosszú legyen, azért ez nagy odafigyelés, és hogyha nincs meg az adott időtartam, esetleg rövidebb, hosszabb, azzal nekem van munka, plusz ugye a reklámokat is az adások közül én rakom oda. Tehát tulajdonképpen egy napi adást ugye te raksz össze, és akkor ugye van olyan, hogy mondjuk, hogyha hétvége van, akkor ugye több napra előre kell tervezni, igen. És hát tényleg, ahogy mondtad, ez egy nagy precizitást igényel. Vannak olyanok, amikor így nagy csúszások vannak, vagy hibák csúszhatnak be, mert nyilván mindenki... Igen, persze, vannak olyanok, hogy hibák csúszhatnak be, és most, hogy a riporterkedem is... Tényleg most már mondhatom minden nap, most már nincs olyan nap, hogy külön adásos vagyok, hogy csak arra kapok egy-egy munkanapot. Így azért bizony ez nagy feladat nekem, hogy sokszor előre, napokra előre meg kell csinálnom, és hogyha ha szabadságra megyek, akkor meg pláne két hetek is lehetnek. Uh-huh. Meg hát mellette akkor a riporterkedést így összehozni azért az egy kemény feladat. Nem plusz még műsort vezetni. Igen. Uh-huh.
Igen. Jó, hát még beszélünk erről. Van még a tarsolyodban szerintem egyébként ennél több is, azt gondolom. Tehát, hogy azért azt látjuk rajta szerintem, hogy fejlődsz és folyamatosan. Például az anyagaidon is tökre látszik az, hogy ügyesedsz. Tehát, hogy egyre jobban szoksz bele, mint ahogy a Levi is szokja a munkát. Hát te ugye szeptember óta vagy nálunk, ugye? Igen. Tavaly szeptember óta, most már mondhatjuk, hogy tavaly. Te is szerintem csiszolódsz, és hát ilyen fiatalon, 19 évesen, most ugye Vakler Lajos kollégánkat nagyon hiányoljuk, miután műtéten esett át, és most nincs közöttünk, de nagyon várjuk vissza, és hát egy-egy rendezvényre ugye te szoktál menni, és már mondták, hogy itt a következő Vakler Lajos. Hát remélem, hogy előbb-utóbb méltó is leszek erre a címre. Hát igen, én szeptemberben kerültem ide. Igazság szerint én már kiskorom óta mindig a sajtósokat néztem, hogy milyen jó nekik, hogy minden rendezvényen ott lehetnek, ők első kézből informálódhatnak, illetve képben vannak a város dolgaival. Így hát nem volt kérdés, amikor pályaválasztáson voltam, hogy mit szeretnék majd a későbbiekben csinálni. Ugye én a színművészetire jelentkeztem televíziós műsorszerkesztői szakra, és én nem is nagyon jelöltem meg másik szakot. Tavaly harmadrostáig el is jutottam, csak sajnos ott kipottyantam, de kaptam egy remek lehetőséget a Hagymási Andrástól, és most itt lehetek köztetek, és hát el sem tudom mondani, mennyire örülök ennek a lehetőségnek. Igazság szerint, amikor ide kerültem, elején azt hittem, hogy azért ez egy kicsit ilyen feszültebb munka, de aztán bejöttem, és szinte már úgy érzem, mikor ide bejövök, egy második család. Hát ugye ezt elmondhatjuk a nézőknek, hogy te is ugye riporterkedsz, meg újságíróként is tevékenykedsz, hiszen az fmc.hu-ra és a magazinunkba is meg kell írni a cikkeket, de azért azt látjuk tényleg, hogy szeptember óta nagyon jól beilleszkedtél, és egyre jobban, ügyesebben csinálod, amit csinálsz. Hát köszönöm az elismerést. És hát arról ne feledkezzünk el, hogy ugye tegnap megtörtént az első fehérvári beszélgetések felvételed, és szerintem abban is nagyon ügyes vagy. Hát remélem, hogy majd a tévénézők is így gondolják, de hát remek riportalanyom is volt, hiszen a Klók Balogh Petit hívtam meg a színművészetinek a HÖK elnökét, őt már elég régóta figyelgetem, ő Ciszterbe kezdte a tanulmányát, aztán a Láncosba tette át a székhelyét a Táska Rádió miatt is többek között, és ő későbbiekben rádiózott is, az M2-nél is volt, szóval egy rutinos vendégem volt szerencsére, úgyhogy nem volt azért annyira nehéz a feladatom, és szerintem egyébként egy eléggé nézhető műsor lett, nagyon érdekes lett, majd remélem megnézik minél többen. Hogyha most a jövőről kell beszélnünk, akkor mit mondasz, hogy megpróbálod újra egyébként a felvételit? Vagy mindenképpen már meg is van jelölve, meg fogom próbálni, de akkor se leszek csalódott, hogyha nem oda kerülök, hiszen azt is jelenteni, hogy az itteni munkálatokat abba kéne hagyjam. Szóval valahol titkon bízok abba is, hogy nem jön össze, és majd valamelyik másik egyetem mellett tudok itt maradni. És miket jelöltél még meg? Mert most csak nem estél bele abba a hibába, hogy egyet jelöltél. Nem. Hát kommunikáció és médiaszakon több egyetemet megjelöltem, de most nem akarom felsorolni mindet. Tehát mindenképpen ez a szak. Igen, az, ami persze, érdekel. Persze. De szerintem egyébként most előnyben leszel. Így, hogy egy évet itt ilyen munkában eltölthetsz, ez sokkal nagyobb tapasztalatot ad neked, meg gyakorlatot. Igen, tulajdonképpen azon is, de nagyon sokan mondták nekem, hogy ne bánjam, hogy nem sikerült az elsőre, hiszen ekkora tapasztalatot máshol nem tudnék szerezni. Uh-huh. És az egyetem sem biztos, hogy adott volna egy első évben ekkora tapasztalatot. Uh-huh. Ez így van. Ezt meg tudom erősíteni egyébként, mert én is ugye gyakornokként jöttem ide, kikerültem az iskolapadból, és mondhatnám, hogy ott szinte semmit nem tanultam, mert kommunikáció, médiát tanultam én is, és amit tanultam, azt itt. Tehát ez a legnagyobb tapasztalat valóban. Uh-huh. Hogy egy kicsit én is erre ráfűzzek, amikor, hát én nem voltam annyira fiatal, mint te, csak 22 voltam, mikor ide kerültem, és nagyon jó kapcsolatom volt már akkor is az Azurák Csabival, akkor még ő a TV2 Napló című műsorában riporterkedett, tehát még nagyon az elején volt ő is a karrierjének, és én felhívtam, hogy hát gyakorlati helyet kéne szerezzek, és hogy akkor ő most mit tanácsol, mert hogy akkor én elmentem volna a TV2-hoz, és azt mondta, hogy semmiképpen ne gyere ide, itt kávét fogsz főzni, táskákat fogsz cipelni, menj el a Fehérvár TV-hez gyakornoknak, és ott szépen mindent megtanulsz. És én azóta itt ragadtam. Úgyhogy remélem, hogy te is így leszel.
No, Ati, hát te már régóta itt vagy nálunk, és hát a Vörös Marti Rádió csapatát erősíted jelenleg, de azért volt tévés kitekintésed is, illetve azzal kezdted talán, vagy párhuzamosan csináltad nem, a az kettőt? Az volt a betekintés, amikor én ide kerültem Székesfehérvárra, én Kaposvárra jöttem ide egyébként. Az akkori médiacentrum, hát gyakorlatilag azért vannak kollégák egyebek mellette is, akikkel nekem volt szerencsém akkoriban megismerkedni, ez olyan 2009 körül volt, amikor idejöttem, és hát én előtte csak rádióztam, itt viszont meglettem kínálva rendesen olyan lehetőségekkel, ahol azért ugye a szárnyakat elő kellett venni, hát időnként tört is. Voltak benne zuhanások, hát szó szerint egyébként egyszer elküldtek forgatni a Hőlégballon Fesztivál, nem tudom, minek hívták akkor, és én voltam megbízva azzal, hogy csináljuk ebből egy anyagot, és a Látrányi Viki meg a Halász Pisti volt még abban a kis kosárban velem együtt bent, és amikor felszálltunk, akkor jött egy ilyen iszonyatosan váratlanul erős szél, és hát mondták, hogy itt most kényszerleszállás lesz, és gondoltam, ez biztos valami vicc, és közben nem az volt. És képzeljétek el, hogy egy kertnek, illetve a háznak a kertjében landoltunk egy fán. Na, tehát ez viszonylag az elsők között volt, és akkor a rádiózás mellett kellett nekem híradót vezetni, akkor volt egy olyan című műsor, hogy Esti Mérleg, a nap hírét kellett gyakorlatilag feldolgozni előadásban, amelynek én voltam a riportere. Aztán mégiscsak kikötöttem a rádiózásnál, ez a mai napig tart, és őszintén szóval ezt szeretem a legjobban. Most sajnos előjött bennem egy nagyon régi emlék, és szerintem a Halász Pista, aki kint ül és hallgatja ezt az adást, az biztos jól emlékszik erre, vagy nem tudom mennyire emlékszik, majd adás után megkérdezzük, de muszáj, ha már ilyen poénosan elkezdted, akkor muszáj elmondanom nekem is ezt az élményemet, amikor nem tudom mennyire emlékszel erre, hogy volt egy ilyen iszonyatosan nagy bakink, még a Gulyás Ákossal voltunk azt hiszem adásban, akkor még úgy volt a híradó, hogy páros műsorvezetés volt, nem tudom mennyire emlékszel. Igen, emlékszem rá. És akkor úgy csináltuk, hogy kiköszöntünk, vagy átköszöntünk a stúdióba a híradó végén, hogy akkor a Szőlősi Ati várja már a nézőket a beszélgetőtársával, mindjárt lesz, és miről lesz szó, és akkor egy mondatban elmondtad, hogy miről lesz szó. Mondtam. Ezt nem tudom nevetés nélkül elmondani. Az volt, hogy átszóltunk, hogy na és akkor mi lesz Ati, és akkor te meg álltál, nem tudtad, hogy adásban vagy, és így Pista, Pista! És amikor visszaadotta a kamera, akkor azt hiszem, hogy én röhögtem nagyon durván szét magam, és utána meg még az volt, hogy ahogy visszaraktak a képen, az látszott, hogy egy ilyen hajómakett volt előtted, aminek az árbocai járt, és közben az orrodnál volt. Úgy nézett ki, mint az orrodba menne bele ez a... És hogy visszaraktak minket, mi már nem tudtunk beszélni. Jó, hát most már értjük, hogy miért kötöttem én ki a rádióba. Velem ez napi szinten előfordult, csak az a jó, hogy ott engem nem látnak, hanem csak hallanak. Hát így alakult. Na most ezt a gyöngyszemet egyébként eltettük. Szent Miklósi Dávid kollégán körzi mélyen, úgyhogy majd egyszer, ha járt nálunk fönt. Jézusom, ez melyik szépen van, mert akkor feltöröm, eltüntettem a nyomokat. Nem hiszem, hogy megtalálod, mert jól el van dugva. De ha majd följössz hozzánk, akkor majd gyere is nézd meg, mert időről időre elővesszük, és nagyon jókat nevetünk rajta, és főleg azért volt nekem kellemetlen a vége, mert ugye utána visszakapcsoltak, és nem tudtuk befejezni, és kb. Ott csapkodtuk az asztalt a Gulyás Ákossal, úgyhogy utána volt is egy kis... Igen, de egyébként olyan is volt, hogy vezettem a híradót, és elromlott a sugógép. És a az papírt meg nem találtam meg, és hát konkrétan improvizálni kellett, mert az ember ugye eleve átolvassa a saját nyelvére, fogalmazza a mondani valót, tehát készül egy ilyen helyzetre, de amikor ott van egy ilyen helyzet, akkor ledöbbensz. Igen. És nem tudom, hogy másztam ki, ezek szerint ez is megvan a szépben. Ez is megvan. De nehogy azt hitt, hogy csak rólad van egyébként, nagyon sok minden. Nagyon bízom benne, hogy nem csak én vagyok ilyen béna. Nem. Jó, hát ez mindenkivel előfordul. Nagyon sok mindenkivel. Hányszor van az, hogy elszáll így a sugógép, amikor... Jó, nem hányszor, mert nem sűrűn fordul elő, de volt már olyan, hogy így elszállt a sugógép, és akkor azt nem tudsz mit csinálni. Nálam is volt, és többször is, igen. Igen. No, hát de maradtál a rádiónál.
És ugye hírszerkesztőként dolgozol. Egy picit mesélj erről, hogy telnek a napok, hogy kell elképzelni a te munkádat. Én úgy fogalmaznám meg, mint ahogy a Levi, hogy ez tényleg olyan, mint a második család, nekem a rádió. Tehát én ott olyan otthonosan mozgok, mint valójában tényleg a saját otthonomban. Ez szerintem egy nagyon nagy áldás az élettől, hogyha valaki azt csinálhatja, ami nem is számít munkának, holott egy komoly felelősség, hiszen aki hírekkel foglalkozik, ugyanúgy, mint ti is, tudja azt, hogyha valami elhangzik, és rajta múlik, főleg, ha ő mondta el, akkor annak nyoma és következménye is lehet. Tehát egyfajta nagyon nagy pontosságot is igényel, de minek után mondtam, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni, ezért számomra ez természetes. És talán azért is, mert az elég aktív nekem egy műszakom, hiszen fél óránként kell megjelennem úgymond friss hírekkel, és a két fél óra között folyamatosan szerkeszteni is kell a híreket, szóval nem arról van szó, hogy én ezt készen kapom és felolvasom, hanem nekem kell utána járni, nekem kell ezt olyan köntösbe tenni, hogy azt a hallgató megértse, mert hát nyilvánvalóan vannak olyan ügyek, amik önmagukban nagyon szárazak. De a hírszerkesztő feladata, hogy ezt úgy tálalja, hogy a tartalom megmaradjon, de közben érthetővé is váljon. Egyébként itt szeretném megköszönni nektek, tévéseknek azt a munkát, amit ti is nap mint nap csináltok, beleértve az operatőröket, technikusokat, riportereket, mindenkit, mert nagyon-nagyon segítik az én munkámat azzal, hogy kimentek, leforgatjátok, akkor nekem ott van egy nyersanyag, amiből sokkal könnyebben tudom, és sokkal gyorsabban tudom összerakni úgy a híreket, ahogy azt az előbb próbáltam elmondani. Tehát nélkületek azért ez nem lenne ilyen flott, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a tévés kollégáknak is, hogy én úgy tudom csinálni a munkámat, hogy ez nekem nem teher, hanem minden nap tényleg öröm. Hát ugye ezért vagyunk médiacentrum, igen, mert hogy így egymás keze alá is tudunk dolgozni, ugye nekünk minden felületre kell gyártanunk a tartalmat, úgyhogy hát igen. Viszont a felelősséget ugye említettétek már többször, tényleg nagy felelősséggel jár az, amit mi kiadunk a kezünkből, de ha a Levire ránézek mondjuk, akkor mindig mosolyognom kell. De hogy mégiscsak neki is, hát 19 évesen is, de igenis fel kell vállalni azt, hogy komoly munkát végez. Hogy történik a felkészülés nektek egy-egy interjúra, műsorra, most már mondhatjuk, hogy műsorra, neked pedig hát valamennyire mondtad már ugye az előbb, hogy azért itt utána kell járni a dolgoknak, de hogy történik az, meg mondjuk neked is például folyamatosan pásztáznod kell a híreket. Akkor maradjunk most nálad még. Jó, köszönöm. Hát tulajdonképpen az előbb már próbáltam összefoglalni, hogy egy nagyon nagy odafigyelést és interaktivitást igényel az én munkám. Talán a legnehezebben az, hogy nekem állandóan az órát kell néznem, hogy odaérjek, mert a hírekben nincs az, hogy késtem 5 percet, bocs. Tehát félkor és egészkor ott kell lennie annak, aminek ott kell lennie. Időnként vannak csúszások, de leginkább akkor vannak, amikor egy kicsit halmozottabban zajlik az élet körülöttünk, és vársz egy információt, de tudod azt, hogy 3 percet van arra, hogy adásba kerülj, és ott azért kérdőjeles. Egy idő után az embernek van rutinja, mert a 3 percet munkába le tudja szűkíteni másfélre. De a kapkodás nem mindig szül jó eredményt, viszont vannak olyan helyzetek, amikor igenis neked készen, flottan oda kell rakni az információt, mert hát várják. Várják az emberek, várják a hallgatók, és egy nívon túl te is elvárod magadtól, hogyha valami olyan információ van terítéken, ami tényleg nagyon fontos, akkor nem engedheted meg azt magadnak, hogy majd elmondod 2 óra múlva, mert 2 óra múlva lehet, hogy már teljesen mást kell erről az egy dologról mondanod. Szóval ez a része tud izgalmas lenni. Nyilvánvalóan az élet is az olyan dolgokat, hogy lefagy a géped. És akkor nem tudod, hogy mit csinálj. Akkor keresed az informatikus, az rohan be hozzád, akkor félreállítod, hogy várja, állj, stopp, föl kell vennem, el kell mondanom, meg kell vágnom, de közben nem menj messzire, mert ezt meg kell oldani, ezt a problémát. Hát azért ez nem napi szinten van, de van ilyen. Szóval van ilyen, és őszintén szólva, én szerintem sokat változtam abból a szempontból, hogy most már
hát finoman szólva jobban kezelem ezeket a traumatikus helyzeteket, de hát önmagamat nem tudom meghazudtolni, szóval szerintem nektek erről is van felvételetek, titokban gyanítom, amikor a tikánál leszakad a függöny, és akkor úgy elhordítja magát. Ilyen még van, de már kevésszer. Hát igen, mert folyamatosan ugye az idővel küzdünk. Hát igen, és ez van, tényleg a legnehezebb, hogy itt takra ki van számolva az idő. Na, még a felkészülés tekintetében egy kicsit, akkor mesélj, Levi. Hát az az igazság, hogy én egyébként is egy ilyen szorongó alkat voltam mindig, és amikor egy helyszínre megyek ki interjút készíteni, én mindig azt az anyagot, amit odaadnak előre, amivel fel tudok készülni, amikor beülünk a kocsiba, én teljesen át vagyok szellemülve, és vagy 50-szer átolvasom még, hogy tényleg tudjam normálisan kérdezni az adott felet, és a Zsidai Ádival imádok egyébként mindig utazni az interjúkhoz, mert ő mindig berakja ezeket az ilyen rockokat. Meg heavy metal. Tényleg úgy beülünk a kocsiba, egy ilyen tök menő csávónak érzem magam, beülünk, megyünk ki a helyszínre, mindjárt interjú, éles. Igen, szóval ilyen tekintetben már egyébként kezdem ezt a szorongást leküzdeni teljesen, hogy amikor oda megyek, akkor már kevésbé vagyok befeszülve, de tényleg én vagy 50-szer átolvasom, és nagyon nem szeretem, amikor kevés információt küldenek ki nekünk az adott eseményről, de hát azokat is meg kell valahogy oldani, úgyhogy akkor a helyszínen gyorsan informálódok, hogy jól is vagyok valójában. De szerintem ebben is már egészen sokat fejlődtem, egész hosszú interjúkat tudom most már az ének készíteni. Egyébként most bocs, eszembe jutott egy történet, ezen gondolkodtam otthon, hogy elmondjam, de szerintem el fogom mondani. Itt pont arról van szó, hogy valamikor kevés az információd, és ezzel segítitek ti az én munkámat, hogy hát kim vagytok egy helyszínen, és akkor visszaértek, akkor lehet írni vagy telefonálni, mikor mennyi idő van erre, hogy kivel hogy kommunikálj. És amikor a Levi ide került, akkor mi még úgy személyesen nem nagyon voltunk bemutatva egymásnak, csak ugye elmentünk egymás mellett, hát mindenki tette a dolgát, ott nálatok fönt a szerkesztőségben. És volt egy ilyen eset, amikor megnéztem a napi, úgy hívjuk mi, hogy diszpó, hát a néző nem tudja mi ez, tehát amiben le van írva az, hogy egy adott nap hogy áll össze, kinek mi a feladata, és egy eseményen kim volt a Levi, és nekem kellett nagyon sürgősen az információ, viszont kevés volt, ami a rendelkezésemre állt, ezért azt szoktam csinálni, hogy megnézem, ki van kint az interjú, és akkor ráírok, hogy figyelj, mi volt, mondd el, légy szíves. És én ráírtam ugyanígy a Levire, hogy szia Levi, ezen az eseményen te voltál kint, mondom, légy szíves, küldjél már egy ilyen öt sorosat, amiből majd én fölépítem a rádiós híremet, hogy mi volt ott, mert erről nincs információ. És akkor nagy csend, tudod, várok öt percig, egyszer csak írja nekem, hogy persze, ott voltam, mindjárt küldöm a híreket, mindjárt küldöm. És akkor át is küldte, tökre örültem, mondtam, ó, köszönöm, milyen lelkes kollega, megcsináltam. És akkor néhány nap múlva hallom a hírt, az egyik kolléganőnk, a Novák Rita hangosan röhög, és azt mondja, te Attika, hát tudod, hogy mi nevetünk ennyire? Mondom, ne. Hát a Levi megkérdezte, ki az a Szöllősi Attila. Hát mondom, hogy én vagyok, ott volt a Levi is, és akkor az a nevettünk a legjobban, hogy mekkora szíve van azért a srácnak. Tehát, bárkinek elküldte volna. Bárkinek elküld, bármit belülről. Igen, én valamiért, amikor megláttam a profiát, azt hittem, hogy a Fejér megyei hírlapnak. De az volt a legkelemetlenebb, hogy így, mikor megláttam, már nyilván tudtam, hogy ki ő, és így elkezdtem elmesélni a Ritáiknak, és könyörögtem a Ritának, hogy nehogy elmesélte. Hát az meg azon kezdte, tudod, egy kör. Hát a Rita persze, hogy elmesélte. Igen. Felment is, ráadásul úgy fogadott, soha nem fogom elfelejteni, hogy hát a Levi, hát persze, hogy tudom, hát a legnagyobb forma, és akkor elmeséltem utána, hogy én meg azt sem tudtam kicsoda. Na mindegy, ezt majd pótoljuk. Jaj, még a Ramira még térjünk vissza itt a felkészülés tekintetében, aztán még lesz sok kérdésem, mert közben azért mindig jönnek, de én is szeretnék majd egy pontosságról valamit mesélni. Na, Rami, a felkészülés nálad hogy zajlik? Nálam ez úgy zajlik, hogy nyilván vannak ezek a szárazabb témák. Arra még a mai napig jobban felkészülök. Nálam is ez hasonlóképpen meg, mint a Levinél, hogy amit kapok, átolvasom az információt, és akkor annak alapján gondolom át, hogy mi lenne itt a legjobb kérdés.
ez az elején nekem is nagyon nehéz volt, hogy egyébként önkormányzati képviselőket, fontosabb embereket nem tudtam az elején, hogy kihez kell oda menni, kit kell megszólítani. Szerencsére ilyenkor az operatőrök segítettek nekem. Ezzel hála Isten most már úgy nincsen problémám. A magazinok tekintetében, meg hogyha van egy vendégem, akkor én ezt mindig úgy próbálom csinálni, hogy mi az, amit a nézőt érdekelheti, meg utána olvasok, hogy mi az, amit tudni kell a vendégről. Ez nálam ez így. És most már egyre könnyebb. Hát igen, egyre könnyebb egyébként, igen. Hogy minél több helyszínen jártok, minél több témával ismerkedtek, annál könnyebben megy ez. Igen, ilyen tekintetben egyébként nekem nagyon nagy szerencsém volt, ugye, hogy anyukám a Városházán dolgozott, és hát engem kis korom óta ismert körülbelül mindenki, aki odavaló. Úgyhogy én nekem ebből a tekintetből szerencsém volt, hogy mindig tudtam, hogy kihez kell oda menni, nagyjából mindenkit sejtettem, hogy kicsoda, és ezt még mindig mondták is a önkormányzati kommunikációs központban. Anyukám az mindig mentek oda az ottani munkatársak, hogy mennyire ügyes vagyok, mindig tudom, hogy kihez kell oda menni egyből, és már szinte nekik is hozom oda az embereket, mire odaérnek. Ha már így anyukádat említetted, azért említsük meg egy kicsit a családodat, mert hogy azért egy ilyen ismertebb család vagytok itt a városban. Hát igen, anyukám igazából szerintem egy el nem ismert tehetség itt a városban. Rengeteg nyári tábort szervezett, rengeteg gyerek onnan ismer engem itt a városban, hogy tudják ki az anyukám. Engem láttak mindig kiskoromban. Mondjuk is, hogy Ferenci Eleonóra, igen. Illetve hát ő csinálja a diáktanácsot is részben itt Székesfehérváron. Úgyhogy igen, innen is nagyon nagy szerencsém van, mert innen is rengeteg embert ismerek. Hát a nővérem, ő eléggé nagy kihívást okozott az életem során, bár nem azért, mert bármiféle bántalmazásért van a részéről, hanem hát el kell ismernem, hogy annyira tehetséges, hogy valószínűleg sose fogok felérni az ő szintjére. Ő már egészen kiskorától kezdve verseket írt, szavalt, mesét mondott, minden. Tehetségkutatókat nyert már. Igen, Fehérvár hangját megnyerte 2017-ben. Én is megpróbáltam mindig ugyanazokat megcsinálni, de hát én sajnos nem vagyok olyan tehetséges, mint ő. Ugye Ferenci Nagy Bogiról van Ferenc szó, Nagy akinek Bogiról. Ugye volt is egy együttese, nem tudom most egyébként az hát együttes, az feloszlott, azt gondolom, de, hogy áll, mert hogy most meg a színművészetére jár, és hát hallom, hogy nagyon tehetséges, rendez is, játszik is. Igen, nem sokára lesz a legújabb darabja is, ráadásul nemrég volt egy premierje, és ezt viccesen mondtam neki nyilván, mert büszke vagyok rá, hogy olyan nővérem, de oda mentem hozzá, és amikor megláttam a premier után, oda mentem. Most először vagyok arra büszke, hogy a nővérem van. Meg hát azért szerepeltek is együtt. Szerepeltünk, a nyáron volt ugye egy közös darabunk a Romkertben. Arról egyébként van felvétel a Fehérvár TV-n is. Remélem, hogy sokan látták. Arra is nagyon büszke voltam, azt ő is írta, ő rendezte. És hát én szereztem hozzá a zenét tesómmal, illetve Tárnok Ákossal közösen. Egyébként a Tárnok Ákost is majd későbbiekben szeretném kiemelni, mert ő viszont az én karrieremben nagy szerepet játszott, ő tanított meg tulajdonképpen engem zenélni, hiszen nekem soha nem ment a szolfés, és szerintem a lányodnak is ezzel mindig van problémája, igen. Az egy eléggé ilyen nehézkes dolog. És ő volt az, aki elfogadta azt, hogy én csak hallás után tudok zenélni, és hát vele volt nyilván legkönnyebb együtt dolgozni ebben a darabban is. De akkor meséld el, hogy hányféle hangszeren játszol. Igen, hát én elsősorban népi fúvósokkal játszom. Kiskoromban próbáltam hegedülni is, de valahogy a húros hangszereket nekem nem. Hát illetve valamennyire dobolni is tudok, a ritmusérzékem az nem rossz. És hát a Videotonnak a szurkolótáborában is én vagyok a dobos. Arról is majd szívesen mesélek később, hiszen ők is elég nagy szerepet játszottak az én életemben is, hogy egyáltalán most itt lehetek köztetek, az is nagyon sokat segített, hogy ők ott voltak nekem, hiszen volt nekem egy olyan korszakom az iskolában, amikor így eléggé magamba fordultam, és hogyha nincs ott ez a közösség mögöttem, akkor valószínűleg nem, nincsen ennyi olyan bizalom, hogy egyáltalán ide jöjjek.
Az előbb mondtam, hogy mesélek egy álmot, mert hogy így az előző témánkban emlegettük ugye az időt, hogy milyen fontos nálunk az idő. Nálam általában az van, nem tudom, ti álmodtok egy a munkahelyi dolgokról, de nagyon sokszor ilyen visszatérő álom az, hogy nem érek le a híradóra. És képzeljétek el, hogy pont ma éjjel álmodtam egy ilyet, ami szerintem az eddig ilyen legdurvább álom volt, hogy hiába akartam odaérni, a sugógéppel volt probléma, mindenféle műszaki problémák voltak, és hiába ültem ott, egyszerűen nem sikerült, és már nem tudom, 10 percen nem kezdődött el a híradó. Azt láttam, hogy a fiúk az adáskiadóban már hajszálaikat egyesével tépkedik ki, de valahogy én miattam nem ment, meg a sugógép miatt, tehát hogy fejből meg nem tudtam volna, sőt, még adásmenetem sem volt, és folyamatosan így visszatérnek ezek a dolgok így, pedig soha nem fordult elő egyébként. Igen, nekem is sokszor van olyan, hogy nem készülök el időre, mert az adásmenetet csak valahogy mégiscsak időbe le kellene hozni, hogy ez ne egy órakor legyen, nekem is vannak ilyen visszatérelmek, akkor nem érek be, forgatásra nem érek oda, nekem is vannak ilyenek rendszeresen. Pedig pontos vagyok egyébként. Igen, meg egyébként egy nagyon elfogadó közösségben dolgozunk, nem hiszem, hogy olyan nagyon nagy problémák lennének, és ha már a közösségről beszélünk, ugye már többször említettük azért, hogy ugye Levi is, te is mondtad, hogy ide nem kell félni bejönni, mert itt azért nagyon jó hangulat van, tényleg olyan vagyunk, mint egy nagy család, nem? Igen. De, abszolút igen. És ilyen kis baráti társaságok alakulnak ki, ugye Levi nagyon megtalálta a helyét itt a hasonló fiúk között, akik ilyen hasonló korúak. Mondjuk egy hülyék, mint én. És tehetségesek, mint te. Azt nem mondtam volna. No, de akkor még arról beszéljünk, hogy milyen hobbiaitok vannak. Picit már nálad beszéltünk erről, de ugye tegnap, hogy egy kicsit így kutakodtam utánad, láttam, hogy van YouTube csatornád. Tényleg? Igen, nincs. Hát nagyon nem, vagy már nem annyira ápolgatod? Nem, de szerintem sose ápoltam maximum, így a véletlen folytán kerültek ki nyilvánosságra. Hát ott akadtam ugye egy tegnapi felvételre, amikor ilyen kis pici ötödikes ja, voltál még. Van egy lementett videó, amikor még ötödikes koromban, mikor volt egy évzárunk talán, a Szent Imrébe jártam, és ugye ott mindig volt egy évzáró mise, és ott kaptak el engem, ott kaptak lencse végre, én voltam a riportalany, és kellett mesélni ugye, hogy éltem meg az ötödikes évet. És ott mondtam, hogy mennyire szerettem az alsós tanáraimat, ami egyébként így is volt, nagyon szerettem a Szent Imrébe járni. Kellett mesélni, hogy hova megyünk majd a nyáron. És ugye abból kifolyólag, hogy ugye nekem a szüleim elváltak, azért sosem mentünk külföldre, mindig az volt, hogy mentünk le a velencei táborokba tesómmal, anyukámmal, és akkor volt talán még egy másik lány, aki mesélt, hogy ide-oda mennek, Olaszországba, nem tudom, és megmondtam, hát én táborozni megyek. De nagyon szerettem egyébként mindig a táborokba menni. És a foci őrület az honnan? Az egy nagyon jó kérdés, mert az én családomból mindenki utál minden sportot. Talán ez a férfiasságom keresése volt annó, mikor megszerettem a focit. Még 2014-es VB volt az első, amikor így rendszeresen követtem a mérkőzéseket. És hát én nyilvánvalóan viszonylag a zenéhez közel állok, és mindig a szurkolótáborokat figyelgettem minden meccsen, milyen jó ritmusokat adnak, milyen jó énekeik vannak. És én először kosár meccsekre kezdtem el járni, mert én kosaraztam is még régebben egy 5-6 évig, és mindig mi voltunk a pályatörlők az Alba meccseken. És ott voltam mindig ideges, hogy nekünk nincs ott egy normális szurkoló táborunk, hanem egy-két néni megy oda ki és dobolnak. És mindig az ellenfélnek a szurkoló táborát néztem, és egyszer csak felfigyeltem arra, hogy viszont a foci csapatunknak mennyire jó dallamai vannak, mennyire jól dobolnak, és ezért kezdtem el egyáltalán oda járni mérkőzésre. Én mai napig inkább ezt a részét szeretem a meccsekben, mint a magát a történéseket a pályán. Rami, neked is van ezért szerelem hobbid. Igen, én szabadidőm, hogyha engedi, akkor én lovagolni szeretek kimenni, és heti többször. Nekem ez már egy nagyon régi szerelem, és egyébként tök érdekes, mert amikor ide jöttem a tévéhez, akkor nem lovagoltam, valahogy úgy akkor kezdtem ezt a hobbit is újra, és nekem ez egy gyerekkori volt egy legjobb barátnőm még általános iskolában, aki megmutatta nekem ennek a sportágnak a szépségét,
és akkor abba hagytam egy időre, de pont a tévézéssel valahogy egy időben meg újra kezdtem. És ez egyébként segít is abban, hogy önbizalmat is kapjak a mindennapokhoz, akár a tévézéshez, hogy kimerjek állni kamera elé, és ez nekem nagyon sokat tud segíteni, mellette meg még a kutyáimmal szeretek nagyon túrázni, meg versenyekre is jártam régebben. Uh-huh. Nekem ez a kettő, ami nagy szerelem, a tévézés mellett egyébként. És ha már szerelmet említettünk, akkor megbeszéltük a műsor előtt, hogy megbeszélhetjük a műsorban is, hogy ti is ti viszont egy párt alkottok, úgyhogy itt egy másik igen, szerelem. Igen. Olyan szerelmi szálak derülnek itt ki? Tessék. Akkor mi miért ültünk ilyen messzire? Az még a jövő zenéje lesz. No, van ehhez valami rácsatlakozáson? Igen, hát ugye én azért idősebb vagyok már, sok mindent kipróbáltam hobbi címszó alatt, van, ami bejött, van, ami kevésbé, és aztán olyan is van, ami hobbinak indult, és akkor egy iszonyatosan szenvedélyes érdeklődést látott ki. Erről már fölvettünk egy műsort a héten, ezt most nem nagyon szeretném behozni, majd a nézők. De azért említsük meg, hogy ja, ez az asztrológia, igen, és a családállítás, ami engem úgymond magába szippantott, körülbelül egy ilyen 10 évvel ezelőtt kezdődött ez hobbiként, és aztán ebben megtaláltam megint csak azt az utat, amit én nagyon szeretek járni, mert egyrészt feltölt, másrészt most már munka is, úgyhogy ez szervesen a hétköznapjaim, helyesebben a hétvégéim része. Vasárnap, minden vasárnap ezzel, uh-huh. ezzel dolgozom. És hát igen, említetted a Ramit, tehát ő az én életembe például behozta azt, hogy ne legyek már olyan lusta, amikor épp nem kell csinálnom semmit. Mert én nagyon szeretek például aludni, tehát nekem az a hobbim. Viszont erre viszonylag kevés időm van, mert az éjszakák túl rövidek ahhoz, hogy én úgy rendesen ki tudjam magamat aludni. És aztán a Rami pont azáltal, hogy ő meg ilyen jövős menősebb, amikor van idő rá, meg ott van a kiskutya, akkor mindig rábeszél engem arra, hogy menjünk túrázni, és tudod, hát így jó van, menjünk. és elmegyünk, és tökre élvezem. Tehát például számtalan szó volt az, hogy megnéztük este a lépésszámlálót, és nem éreztem meg olyan nagyon-nagyon kinyúzottnak, tudod, hogy lejártad térdig a lábadat, miközben tudod, hogy lejártad, de nem fájt, nem semmi. És volt olyan nem egyszer és nem kétszer, hogy 8 kilométert mentünk egy délután alatt, de olyan is volt, hogy 14-et. Na hát most ezt rólam, aki ismer, az tudja, hogy hát ezt nem biztos, hogy jó ötlet ezt nekem úgy betálalni, viszont megéleti velem menet közben, és aztán akkor tényleg ez egy új dolog az életemben, hogyha szabad így fogalmazni, mert most már nem kell rángatni engem, hogy menjünk, hanem fogom magam is, akkor megyünk. Uh-huh. Hadd legyen egy kérdésem az asztrológiával kapcsolatban. Igen. Én ezt rengetegszer hallottam, hogy te jósoltál a kollégáknak, de ezt hogy kell elképzelni? Nem jól mondod, nem jósolt. Igen, ezt nem rosszul mondom, mert igen, bocsánat, rosszul mondod, az asztrológia az nem jóslás. Amúgy egyébként a legtöbben azt hiszik, hogy az. Inkább úgy fogalmaznék, hogy azt mutatja meg, hogy hogyan legyél boldog, és azért neked mit kell tenned. Dióhéjban ezt jelenti, és hát igen, néhány kolléga, ugye azért szűk körbe vagyunk, nagyjából 80-an, itt ezen a munkáján, ahogy a műsor elején te említetted, hát persze azért sok mindent tudunk a többiekről. Igaz, hogy én nem szoktam nagy dobra verni ezt a dolgot, aki tudja, tudja, aki nem. Az én ajtóm egyébként mindenki előtt nyitva áll, és volt egy pár kolléga, aki eljött érdeklődni egy picit komolyabban a saját életével kapcsolatban, és hát ahogy tudtam, próbáltam segíteni, meg hát ez mindig így is marad. Na, a Rami akkor kiváltságos helyzetben van, gondolom. Hát a Rami az már szakértő, de mondjad, hogy igen, nem áll tőlem távol az asztrológia, és egyébként nagyon-nagyon szívesen meghallgatom, meg örülök, hogyha kapok segítséget. Viszont, hogyha minden egyes nap hallom, akkor lehet, hogy én már nem figyelek oda, meg mondom, hogy nagyon most elég, és akkor uh-huh. inkább nem akarok róla tudni, uh-huh. hanem majd történnek. Igen, azt szoktam mondani, hogy vidd már innen a bolygóidat. Ez a szavajárás arra, aminek főleg akkor, amikor nem úgy sülnek el a dolgok, ahogy ő azt szeretné. És hát mondtam, hogy hát itt vannak a bolygók, látod? Ezt megmondtam.
No, van ennek a műsornak egy olyan része, hogy egy picit végigfutunk azon, hogy ki hogy csöppent ide. Aha. Vagy jutottunk el idáig, ugye. Hát a 19, majdnem 20 éved alatt azért sok minden még nem történt, de azért mesélj egy picit, ugye azt mondtad, hogy a Szent Imrébe jártál, aztán volt egy cisztergimi is. Hát én még kodályos is voltam, képzeld. Kodályos is. Másfél évig kodályba jártam, aztán édesanyám felfigyelt arra, hogy milyen egy csodálatos közeg van ott a Szent Imrébe, és akkor átvitt oda. És azt tényleg úgy kell elképzelni, mint egy ilyen burok. Ott annyira jól gondoskodtak rólunk a tanáraink, hogy ez valami zseniális. Remélem, hogy a mai napig így van. És akkor onnan kikerültem, és a ciszter az egy elég éles váltás volt. Ezt kevesen tudják rólam, de én egy minimális tanulási nehézséggel mindig szenvedtem, mivel van egy rejtett kancsalságom, aminek okán én nehezen tanultam meg egyáltalán olvasni, mert összefolytak a betűk. Mára ugye szemüvegem van, mondjuk ez most pont nem látszik. És ciszterben annyiban másabb tempót diktáltak az ottani tanárok, hogy én azt nem tudtam tartani, ott nagyon kikészültem. Ott nagyon sokat betegeskedtem, bélgyulladásom is lett, amiből kifolyólag nem tudtam bejárni már az iskolába se, és utána 9-nek az év végén akkor már volt a Covid időszak, az online oktatás azért sokat segített, hogy én ott életben maradtam. Utána átkerültem a Vasváriba, és ott már eleve nagyon segítőkészek voltak, mert hagyták nekem azt, hogy én magántanulóként csináljam a dolgaimat, akkor nekem ott fél évente kellett ugye vizsgáznom. Na és az meg a második Szent Imre. Az is szintén egy ilyen burok, szerintem. És hát ott tényleg nagyon sokat köszönhetek, hogy én nekem egyáltalán érettségim is lett, és hogy ilyen épen kerültem ki onnan. Az ottani évek alatt sikerült az összes traumámat így feldolgozni, amik az rövid életem során összegyűltek. És akkor nálunk kötöttél ki. És itt kötöttem ki, igen. És aztán majd még 20 év múlva majd arról is beszélgetünk, hogy mi történt az elmúlt 20 évben. Rami, hát te most már mondd a dátumot? 2019. 9. február. Igen, tehát most már több mint 5 éve itt vagy nálunk. De Vasváriból Vasváriba. Igen, én Vasvári általános iskolában kezdtem, és a Vasvári gimben folytattam. Igazából nálam ez elég érdekes, mert én 3 éves koromban kijelentettem, hogy riporter szeretnék lenni. Nyilván a Vasvári gimiben a tanáraim ezt emel szinten kezdtem el tanulni a magyart, és nem voltam benne annyira tehetséges, igazából szorgalmam nem volt hozzá. De ennek ellenére én mondtam azt, hogy akkor is a kommunikáció irányába megyek. És akkor utána kerültem fel Pestre az egyetemre. Az utolsó évemben kellett egy gyakorlati hely, amiben anyáik nekem nagyon tudtak segíteni, mert az akkori itt dolgozott az újságnál a Pusztai Péter. Uh-huh. Velük kapcsolatban voltak, és akkor ők mondták, hogy hát akkor próbáljam meg így. És akkor februárban én elkezdtem dolgozni, mint gyakornok. Azt tartoz szerintem gyakornok, és akkor utána a diákmunkába jöttem ide, utána, és azt hiszem, hogy egy éve vagyok itt főállásban. 22-ben lettél főállású, Már kettő. De csak igen. Azért tudom, mert utána olvastam. Igen, már kettő. No, és akkor azóta itt vagy, és mellett azért van egy családi vállalkozás, amiből azért néha kiveszed a részed. Igen, hétvégente azért segítek anyáinknak, meg egyébként büszke vagyok rá a mindennapokban, hogy nekik van ez a kis boltjuk. Úgyhogy, és már az is több mint 10 éve, hogy működik itt Fehérváron. Uh-huh. Nagyon szeretem azt is csinálni, de akkor is. Meg anyáink mindig mondták, hogy majd én vigyem tovább azt a céget. Nem találtam meg abban a helyem, így nagyon jó, meg azt szeretem, hogy be tudok segíteni. Inkább ez az én világom mégis. És közben most meg még egyetemet is végzel, ugye? Így van, ugyanígy. Ugyanabban a suliban, ahol kezdtem, csak most levelezőn, ugyanazon a szakon vagyok egyébként, csak levelezőn csinálom, és ha minden jól megy, akkor ősszel végzek ott is. Ősszel fogsz államvizsgázni? Igen. Uh-huh. Na, szurkolunk. Köszi. Atti, te pedig elmondtuk már, hogy 2009 óta vagy itt, de hogy Kaposváron tanultál, ugye?
az azt követő időszak és a 2009 között mi történt? Hú, hát arra szerintem egy nap is kevés lenne, belőle meg túl sok, hogyha ebbe így belemennénk. Hát igen, én azért elég sok mindent kipróbáltam már itt Székesfehérváron is, előtte meg főleg. Nagyon egyszerűen kerültem ide a Vörös Marti Rádióba, fölhívtam Hagymási Andrást, hogy hát én nagyon szeretnék megint rádiózni, és emlékszem erre a beszélgetésre, mondta, hogy üljünk le egy kávéra. És megmondta nekem őszintén, hogy figyelj Attila, tudom ki vagy, mert akkor én még nem dolgoztam az Andrással egyáltalán nem, de hát ismertük egymást. És mondta, hogy figyelj, most nem tudok mondani semmit neked, de amint igen, akkor föl foglak hívni telefonon. És akkor én udvariasan megköszöntem a lehetőséget, de őszintén szóval tényleg úgy mentem el, hogy jó, hát akkor köszönjük szépen, keressük az utat tovább, és két nap múlva hívott az András, hogy... Ez gyors hogy volt hát ez nagyon gyors volt, tehát hogy gyere be, és aztán akkor nézzük meg, hogy mit tudunk tenni, és azóta itt vagyok, tehát ennek is már szerintem 6 éve van. De talán sokkal érdekesebb az, hogy én hogy csöppentem bele a média világába, hogy még van annyi időnk, azt hiszem a mai napig eddig egyedülálló vagyok, mert egy karaoke esten dőlt el az én sorsom, hogy rádióba fogok dolgozni. Az történt, hogy Kaposváron az akkori baráti körömmel betévedtünk egy ilyen karaoke bárba. És kevés hely volt leülni, ezért oda kéretőztünk egy ilyen viszonylag nagyon vidám csapathoz, akik már úgy meg voltak mulatkázva. És mondták, hogy persze, üljetek le, stb. És akkor ott volt egy srác, és én ővel elkezdtem beszélgetni egy ilyen nagy társaságban, de valahogy érdeklődtünk egymás felől, és hát közben azért iszogattunk, meg énekelgettünk, és kérdezte, hogy mivel foglalkozom. Hát mondom, ne is mondd, figyelj, a múlt héten fölmondtam, mert nem éreztem jó magamat ezen a helyen. És azt mondja, te figyelj, neked olyan jó hangod van, hát én vagyok a Kapos Rádiónak a főszerkesztője, hogy gyere be hétfő reggel 9-kor. Hát és akkor tudod, jó, menni fogok, hát ott leszek meg minden. Tehát magyarul a vidéki sanzon is a holnap hajnalig között dőlt el az én sorsom. Na de az történt, hogy hétfőn én nem mentem be, mert egyrészt csak ilyen foszlányok voltak már a fejembe, meg azt gondoltam, hogy hát ő, hiába ő a főszerkesztője, azért ő is ki volt színezve már rendesen a viszkik után. És azt gondoltam, hogy nem mondja ezt komolyan. És 9 órakor hívott telefonon hétfőn, hogy hol vagyok, mert itt vár, benne a rádióba. Hát mondom, András, én most őszinte leszek, én itt fekszek az ágyba, és azon gondolkozom, hogy hova küldjek ön életrajzot. Azt mondja, szedd össze magad, és gyere be. És bementem, és tényleg ott várt, kinyomtatott nekem egy ilyen paksamét a dolgot, és azt mondja, hogy neked hírszerkesztő hangod van. Oda rakott elém aznapi hírekből 10-et, elém rakott egy ekkora bumszli mikrofont, és mondta, hogy akkor olvasd. És elkezdtem felolvasni, és hát nyilvánvalóan egy mondatot nem tudtam rendesen elmondani, úgyhogy olvastam, és mondtam neki, hogy hát figyelj, András, találkozunk pénteken a klubban megint, meghívlak egy italra, mert tök jó fej vagy, meg minden, de szerintem ez nekem nem, azt mondja, nem mész sehova. De konkrétan úgy beszélt velem, mint valami mentor, tudod? És hát nyilván megkérdezte, hogy mi dolgom van aznap, hát mondom, tulajdonképpen semmi. És akkor azt mondja, ülj le egy székre, és gyakorolj. És nem engedett el, és egy hónap múlva már én mondtam a híreket. Igaz, hogy csak az esti sávban, tehát 8 órától engedte meg, mert akkor tényleg mindent élőbe kellett mondani. 8-tól éjfélig óránként. Hát azért azt se hallgatnám vissza őszintén szólva. Viszont azt hiszem, hogy 3 évet dolgoztam én a Kapos Rádió, mert ez sajnos megszűnt utána. Meg aztán engem el is hívott az élet ide Székesfehérvárra, tehát nagyon érdekes a sorsa, hogy így egyszer az utadra rak, egyik ajtó becsukódik, nyílik egy másik kapu, és akkor mehetsz, neked csak menned kell. Na mindegy, visszatérve, tehát két év után én voltam a hírszerkesztőség vezetője. Szóval azért azt hiszem, hogy ez egy egyedülálló történet, hogy én hogyan lettem a rádiózásba úgymond szerelmes és a rádiózásból élő ember. Egyébként, amit mondtál, hogy nem néznéd, vagy nem hallgatnád vissza, ez ugyanolyan szerintem mindegyünknek, hogy az elsőt biztos, hogy nem néznénk végig. Nekem még VHS kazettán meg volt az első felvételem
amikor a Pannon híradót hát 2002-ben fölvettük a Jónás Sanyi kollégámmal. Egy ekkora váltoméses blézerben ültem, de körülbelül így, nem tudom, hogy hogy jött ez a póz, de valahogy így ültem az asztalnál. Akart elbújni szerintem. És teljesen más hangon beszéltem, mint a sajátom. Jó estét kívánok! Tehát, hogy valahogy aha. Így, és nem találtam meg, azt láttam a visszanézett felvételekből, hogy sokáig nem találtam meg azt a hangot, ahogy én amúgy az életben beszélek, és hogy úgy kéne beszélni. Gondolom, meg amikor először visszahallod így a hangodat. Igen, igen. Még most is furcsa egyébként. Nekem már nem, de akkor nagyon furcsa volt, és én nem mondom nekem ilyen hangom. De jó ég. Velem is jöttem be az első stand-upom, amikor kiálltam a kamera elé, ami már lemehetett adásban, de ég is föld, az első, meg a mostani. Akartál volna? Igen, emlékszem, amikor segítettél nekem még felolvasni híranyagot? Igen. Emlékszem, bementünk, és akkor elkezdtem olvasni, és valamiért én azt gondoltam, hogy akkor lesz jó, hogyha én kiabálom, és hogy milyen egyszerű tanácsokkal tud segíteni az embernél, ahogy mondtad, hogy de miért nem beszélsz úgy, mint az életben? De egyébként szerintem erre kell rájönni egyébként, tényleg, de mindenki megpróbálja elváltoztatni valahogy a hangját, nem? Én azt csináltam egyébként, hogy amikor említettem nektek, hogy a fiatalember úgymond a szárnya a lábát, hogy az volt a bajom, egyrészt én is vagy kiabáltam, vagy úgy mondtam, mint a robot, és azt mondja, először értsd meg, hogy mit olvasol. Ez az első. Aztán az volt a legnagyobb baj, hogy elfogyott a levegőm. Nem tudtam, hogy a mondatokat hogyan olvassam hangosan, stb. És akkor azt csináltam, hogy fogtam a lapomat, és berajzolgattam, hogy hol vegyem a levegőt. Iszonyatos volt, nehéz volt erről leszokni, de tényleg egyszer ráérzel olyan, mint a bringázás, akkor menni fog. Nálam úgy volt annak idején, hogy oké, hogy meghallgattak, még annak idején a kollégák talán az egyik, aki ott ül kint az adáskiadóban, talán még emlékszik rá, és ő is ott volt. Nem tudtam róla, hogy úgymond castingolnak, tehát hogy behívtak egy ilyen meghallgatásra, de nem tudtam, hogy mindenki ott van. És ezt utólag tudtam meg, nem tudom hány éve, talán 2-3 éve tudtam meg, hogy kb. Mindenki ott volt. És szerintem tök béna volt a dolog, de mondták, hogy nem baj, járkálj be a Jónás Sanyi mellé 1-2 hónapig, és akkor majd, ha úgy érezzük, hogy kész vagy, akkor majd beülhetsz mellé társműsorvezetőnek. És a Sanyival volt az, hogy minden egyes híradó felvétel előtt bejelölgette nekem, hogy hol viszed föl, meg le. Hogy hol van a hangsúly a szón. De egyébként tényleg engem sokszor meg szoktak kérni, hogy így foglalkozzak kezdőbb kollégákkal, akiknek mondjuk hangsúlyozni kell megtanulni. Meg voltál szép kiejtés versenyi sűri, meg minden ilyesmi. Hát járok oda is, igen. De hogy azt szoktam csak mondani, és ez egy egyszerű, teljesen egyszerű trükk, amit a Ramival is nagyon sokszor gyakoroltunk, hogy azt kell mondani, hogy én ezt úgy szoktam mondani, hogy úgy vezesse be az egészet, mert hogy ugye mesélsz a haverodnak, bárkinek, hogy képzeld Szilvi, és akkor ha ezt hozzáteszi a mondathoz, hogy képzeld Szilvi, és elmesélem, hogy mi történt, akkor már sokkal, sokkal lazábban, sokkal könnyebben tudja elmondani. Na de ez az én kis trükköm, és szoktuk tényleg néha alkalmazni. Viszont most már nagyon lejár a műsoridőnk, de egy kérdést szeretnék még feltenni nektek, hogy mi volt az a legemlékezetesebb forgatás, vagy akár nálad is lehet forgatás, vagy bármi, ami a munkát kapcsán eszedbe jut, amit úgy megosztanátok most velünk. De lehet, hogy erre fel kellett volna előtte készíteni titeket, hát, már mondtál jó párat, de mondj. Igen, tehát nálam az zuhanás érdekesebb, annál érdekesebb nem hiszem, hogy volt. A rádióban volt egy olyan elszólásom, amit sajnos most nem mondhatok el, de adáson kívül nagyon szívesen. Hát meg inkább személyiségi jogokat sértő. Egy illetőnek rosszul mondtam ki a nevét, maradjunk annyiban. És hát az legendává vált. De ezt most mondom, nem mondhatom el. Na majd adáson kívül kíváncsi leszek. Rami? Nekem az egyik legmeghatóbb, talán az egyik legmeghatóbb azért, mert én is pigment hiánnyal küzdök, és az még nem mondanám, hogy az első stúdió felvételeim között volt, de azért akkor még nem stúdióztam olyan régóta, és nekem, amikor a Mosolygó Évi jött be hozzám, és az én bőrbetegségemről beszélgettünk egy adáson keresztül, akkor az nagyon mélyen engem megérintett, meg jól esett egy szakemberrel beszélgetni végre erről. És nekem az, ami most így eszembe jutott, és egyébként még van több, de az, ami nagyon emlékezetes.
Hát mert ugye mi nagyon sokszor úgy jövünk vissza egy-egy forgatásról, hogy hát elmeséljük egymásnak a történeteket, hogy mennyit röhögtünk. Ez nagyon sokszor előfordul, Levi. Hát most kettő jutott eszembe, az egyiket majd adáson kívül elmesélem. A másik az, hát kicsit gáz a tévé szempontjából, de szerintem zseniálisan megoldottam. Talán te voltál akkor a napi szerkesztő, amikor az alsóvárosi rétet adták át. És hát ugye az operatőröm a Lilla, ő nem igazán ért oda. Úgyhogy improvizálni kellett, ezért felvettem a Cserpalkovics Andrásnak az ottani beszédét telefonnal. Ez be is került a irodóba, majd mondtad nekem, hogy mondjak egy stand-upot. Hát én azt sem tudtam akkor, hogy ez mit jelent, mondom, kimegyek, vagy poénkodok. És akkor ugye ki kellett mennem elmondani az első dolgot, és emlékszem, hogy a Lillával mentünk vissza, és vagy egy fél órán keresztül próbálkoztam, én meg végig szivatott engem. Átfutott a kamerára. Az talán emlékezetes, és emlékezetes is fog maradni. Na hát én azt kívánom, hogy sok ilyen emlékezetes forgatásotok legyen, meg hát munkád neked is itt, majd akkor gyűjtjük egy külön mappába, hogyha ilyenek lesznek. De gyere fel hozzánk mindenképpen, és megmutatjuk menni fogok azokat, amikről beszéltünk, mert vicces. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm, hát kívánom, hogy sokáig dolgozzunk még együtt, és legyetek ugyanilyen jókedvűek és elhivatottak. Így lesz, köszönjük a meghívást. Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, ez volt a Nálatok Mizu. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.